százados, a díszszázad parancsnoka jelentem, az ön tiszteletére kirendelt díszszázad felsorakozott. Jó napot, honvédek! Erő, egészséget! Várpalotára az MH Bakony harckiképző központba látogatott dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter szeptember 14-én. A katonai fogadás és tiszteletadás után Fürs Tamás ezredes a harckiképző központ parancsnoka tett jelentést a miniszternek, valamint a kíséretében lévő vezérkarfőnöknek, katonai vezetőknek. A vendégek ezután megismerkedtek a központ szolgáltatásaival és működésével. Tájékoztató után a vendégek a MICE rendszer irányító központját, majd a MICE 200 lézeres harcászati szimulációs rendszer gyakorlati bemutatóját tekintették meg. Jeladó, rögzítő pántot biztonságosan lehessen rögzíteni. Utolsók, menjetek itt. A miniszteri látogatás az állománygyűléssel fejeződött be, amelyen napjaink egyik legaktuálisabb kérdéséről, Afganisztánról volt szó. Afganisztánról kell szólnom, mert különös apropója van. Hát ez most a legveszélyesebb és legfontosabb küldetésünk. Nagyon odafigyelünk a fejleményekre. Ezek a fejlemények nem túl biztatóak. Komoly erőfeszítéseket teszünk azért, hogy a felszerelésben mutatkozó hiányokat kellő időben pótoljuk. Törekvéseink központjában a honvédelem rendszerének legfontosabb szereplője a honvéd, a katona áll. Egy olyan új életpályamodellt kívánunk kidolgozni és fokozatosan bevezetni, amely kiszámíthatóvá teszi az önök egész pályafutását, a szerződéses katonától a hivatásos tisztig. Mindenki tudhatja majd, hogyha teljesíti a feltételeket, ha maga részéről leteszi az asztalra a szolgáltatást, azért mikor, milyen ellenszolgáltatást fog kapni. És ez olyan biztos lesz, mint a halál. Ez a dolog lényege. Szeretnénk a honvédséget minden értelemben megerősíteni. A képzés, a kiképzés terén, ugyanúgy, mint az anyagi technikai ellátottságban, és persze létszámban is, amely létszám növekedés egyik alapvető kérdése a tartalékos állomány újjászervezése.